Pörög a lakáspiac, az érdeklődés ráadásul tovább nőhet a júliustól életbe lépő új kedvezményekkel. Ifjúsági találkozó Mándokon a fiatalokat az életmóddal kapcsolatos kérdések, a nemzeti és a nemzetközi politikai viták, valamint a saját élethelyzetüket érintő problémák is érdeklik. Itt az ideje mezőgazdasági biztosítást kötni, a jól megválasztott biztosítással mérsékelhető az anyagi kár. Hiába a drágulás, nagyon felpörgött a lakáspiac, a Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Az év második felében újabb kedvezményeket lehet majd igénybe venni az ingatlan vásárláshoz, ez tovább hajthatja az érdeklődést, ezzel együtt pedig az árakat. Az egyik ilyen támogatás az úgynevezett falusi csok lesz, ami a kis településeken generálhat nagyobb keresletet. Továbbra is komoly élénkülés látszik a lakáspiacon. Az ingatlan.com legfrissebb elemzése alapján az első negyedévben országosan 58%-kal nőtt az egyeladó lakó ingatlanra jutó érdeklődések száma. A közeljövőben életbe lépő támogatásokkal pedig tovább nő az igény a házakra, lakásokra. Az egyik ilyennel a több gyermekes családok járnak majd jól az év második felétől. 15 millió forint hitelt tudnak majd fölvenni most már a három gyerekesek, a két gyerekesek pedig 10 millió forint hitelt, ami nyilván megélénkíti a használt ingatlanok piacát is, hiszen ahhoz, hogy valaki új ingatlan tudjon vásárolni, akár lakást, akár családi házat, a meglévőjét el kell adja, mert hogy olyan magasak az ingatlanárak, hogy 20-30 millióban nem fog tudni új ingatlant vásárolni, ezért fog megélénkülni a használt piac, mert több ingatlan fog kikerülni a piacra, viszont a használtakra is jár a használt csokos támogatás, és azokat is meg fogják vásárolni. Sokan attól félnek, hogy július 1-e után további árnövekedés várható, így mindenképpen előtte szeretnének lakást vásárolni. Ugyanekkor élesedik ráadásul az úgynevezett falusi csok is. Ez a kis településeken lévő lakóingatlanok piacát pörgetheti fel. Ebben a konstrukcióban ugyanis az 5000 főnél kisebb lakosságú és 2013 óta csökkenő lélekszámú településeken lehet állami támogatást igényelni a vásárláshoz. Szabolcs megyében is több ilyen falu község van, ahol várhatóan megnő majd az érdeklődés. Ezzel párhuzamosan megyénkben is jelentős áremelkedés figyelhető meg. Mindig az volt, hogy Borsod, Szabolcs az úgy szépen lent. Na most azt látjuk, hogy ami eddig kék és szürke zónában van, kezd narancssárga lenni, és ugye a piros a legjobb. Tehát elkezdtünk emelkedni. Kisvárda utolérte a nyíregyházi négyzetméter árakat, Nyíregyháza megközelíti a debreceni négyzetméter árakat, Debrecen meg a budapestieket, tehát egy szép ütemes növekedést látunk ebben a régióban is. A KSH legfrissebb adatai szerint egyébként újabb drágulással fejezték be a múlt évet a lakások. A használtak ára országos átlagban 9,6%-kal volt magasabb 2018 utolsó negyedévében, mint egy évvel korábban. A híradónak nyilatkozó szakértő szerint ugyanakkor ideálisabb lehetne a helyzet az ingatlan piacon, ha a támogatottak köre a nem gyermekes családokra is kiterjedne. A nemzetközi viták, a parlamenti és az Európai Uniós témák, valamint a családalapítás és a gyermekvállalás támogatása is érdekli a mai fiatalokat, hangzott el kedden délután egy mándoki ifjúsági fórumon. Dömötör Csaba, a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a rendezvényen arról is beszélt, hogy a közelgő EP választások tétje, hogy a jövőben mi magunk hozhassuk meg az életünket meghatározó döntéseinket, különös tekintettel a migrációs kérdésben. Nem csak Mándokról, hanem a környező településekről is érkeztek fiatalok, a Hieroteosz Egyesület, valamint az Ifjúsági Keresztény Demokrata Szövetség által szervezett ifjúsági találkozóra Mándokra. A rendezvény vendége, Dömötör Csaba előadásában többek között arról is beszélt, hogy a kormánynak fontos a fiatalok támogatása minden élethelyzetben. Ami a fiatalokat érintő intézkedéseket illeti, azért nagyon sok minden történt az elmúlt időszakban. A kormány törekszik arra, hogy a fiatalokat minden élethelyzetben támogassa. Ha keresztvizsgát tesznek le, akkor bizonyos életkor alatt az ingyenes. A nyelvvizsgát is téríti a kormány, az első nyelvvizsgát bizonyos életkor alatt, hogyha
úgy döntenek, hogy családot alapítanak, akkor számíthatnak a fiatalok házasodási kedvezményére 2 éven keresztül. Aztán, hogyha új otthon szeretnének, akkor bővül az otthonteremtési program, de még az élet kezdés elején, tehát a közös életük elején igényelhetnek 10 milliós támogatott kölcsönt is az új családvédelmi akcióterv keretében. Az államtitkár hozzátette, a fiatalokat az életmóddal kapcsolatos kérdések, a nemzeti és nemzetközi politikai viták, valamint a saját élethelyzetüket érintő viták is érdeklik. Tilki Attila, a térség országgyűlési képviselője szerint fontos, hogy a hétköznapi kérdésekben a fiatalok közismert fiatal politikusokkal vitathassák meg álláspontjaikat. Bár a mai világ már megfelelően nyitott a különböző tömegtájékoztatási lehetőségek miatt, de mégis úgy gondolom, hogy sokkal jobb, hogyha a fiatalok személyesen is érhetnek meg olyan politikust, aki talán hasonló korú, mint ők, megfelelően felkészült tudással, az országos közélet most már úgy tűnik, hogy egyre meghatározóbb szereplője. Egy talán olyan generációváltás is van a Fideszben. Tilki Attila hozzátette, a következő hetekben országjárásba kezdenek, és a hazai politikai elit mellett európai parlamenti képviselők is ellátogatnak több szabolcsi településre is, hogy így hívják fel a figyelmet a közelgő európai parlamenti választások fontosságára. Eljött a mezőgazdasági biztosításkötés ideje, amely segítségével a mezőgazdasági termelők megelőzhetik a jelentős bevételkiesést. A jól megválasztott biztosítással mérsékelhető az az anyagi kár, amelyet a jelenlegi szélsőséges időjárási körülmények okoznak. A szélsőséges időjárás negatív hatásai egyértelműen érezhetőek az utóbbi években. A kemény téli időjárás, a tavaszi fagy vagy a márciusi hó évről évre nagy gondot okoz a mezőgazdasággal foglalkozók számára. Egy teljes év bevételét tönkreteheti az akár 60-80%-os terméskiesést okozó nyári vihar, a betakarítás előtt érkező jégeső vagy az asszály. Az, hogy nem esik a csapadék, ezt most is tapasztaljuk, tehát nagyon sok olyan környezeti hatás ér bennünket, amit nem tudunk kivédeni. Gyakorlatilag van lehetőség állami támogatás igénybevételére is, úgyhogy most úgy gondolom, hogy akinek fontos az, hogy biztos árbevétele legyen, és megtegyen mindent azért, hogy a gazdasága tovább éljen és jól működjön, az gondolkozik ebben. Érdemes végig gondolni a gazdáknak, hogy milyen összegben és milyen káreseményre szeretnék bebiztosítani a gazdaságot, hiszen egy szántóföldi növény vagy egy gyümölcsös ültetvény esetében is más szempontokat kell figyelembe venni. Akinek gyümölcsöse van itt Szabolcs megyében, ez döntően almát jelent, itt a tavaszi fagy egy nagyon jelentős kockázat, asszály, jégeső, a gyümölcsösökben nagyon komoly minőségi károkat tud okozni a jég. A szántóföldön elsősorban a jég, illetve kapásoknál asszály lehet nagyon jelentős, úgyhogy ezeket érdemes megfontolni és kötni. Mint minden szolgáltatás esetében, így a biztosítás megkötésénél is célszerű tájékozódni és összehasonlítani a különböző biztosításokat, tette hozzá Balla Gábor. Fontos utána nézni, hogy mit tartalmaz a kiválasztott biztosítás, és egy esetleges káresemény után milyen feltételek mellett juthatnak hozzá a kártérítési összeghez. Az Európai Unió történelmét és működését ismerték meg a végzős középiskolások a nyíregyházi Sipkaiban. Az intézmény a jövőben az Európai Parlament nagykövet iskolája lehet, ezért szerveztek EU tájékoztató napot az intézményben. A rendhagyó tanóra azért is fontos, mert az Európai Uniós alapismeretek az érettségi tételek között is szerepel. Miért jött létre az Európai Unió, és milyen lehetőségeket kínál a diákok számára? Többek között ezeket is megtudhatták a Sipkai Középiskola végzős tanulói szerdán. Az intézmény pályázott az Európa Parlament nagykövet iskolája címre, ezért is szerveztek EU tanórát. Az iskola ezzel vállalja, hogy felkelti a fiatalok figyelmét Európa és az európai parlamenti demokrácia iránt. Ennek érdekében a tanév során különféle iskolán belüli és kívüli programokat szerveznek. Jelenleg egész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egy nagykövet iskola van Fehérgyarmaton. Annak érdekében, hogy a Sipkai megkapja a nagykövet címet, a megyei Europe Direct pont is segít az intézménynek. Nekünk az a dolgunk, hogy ezeket az információkat átadjuk, és hogyha minket megkeresnek, akkor nagyon szívesen jövünk, és tartunk külön órát a számukra, úgyhogy most itt a Sipkai Középiskolában 3 rendhagyó történelem óra lesz, amelyen elsősorban az Európai Uniós alapismereteket mondom el,
mert hogy kiderült, hogy érettségi tétel is külön nekik az Európai Unió, és hát elfelejtik, mire oda jutnak. Nagyon nagy a távolság, a időbeni távolság a között, amikor először tanulnak róla, meg aztán, amikor újra előveszik, és ott addigra mindent újra kell kezdeni. A rendhagyó történelem óra másik célja, hogy ösztönözzék a 18 éven felüli diákokat, hogy éljenek választópolgári lehetőségükkel, és részt vegyenek a május 26-ai európai parlamenti választásokon. Demeter Zsuzsa azt is hozzátette, a 2016-os népszavazáson főleg az idősebb generáció voksolt a Brexit mellett Nagy-Britanniában. A feladat most az, hogy buzdítsák a fiatalokat a választási részvételre. Több mint 6000 zsák szemetet szedtek össze eddig a megye vadásztársaságai. A tavalyi siker után idén is hulladékszedő akciót szervez a megyei vadászkamara. Elsősorban vadásztársaságok jelentkezését várják, de nincsenek kizárva az egyéni vadászok sem. A vadászkamara biztosítja a zsákokat, valamint segítséget nyújt a zsákok elszállításának szervezésében is. A természetjáró emberek számára a legzavaróbb a szemét látványa. Ezért döntött úgy tavaly a vadászkamara, hogy szemétszedő akciót hirdet a vadásztársaságok számára. A zsákokat és az egyéb szükséges felszerelést ők biztosítják. Tavaly 4000 zsák hulladékot sikerült összegyűjteni, idén már több mint 6000 zsáknál tartanak. Az akció iránt egyre nagyobb az érdeklődés, mondta el Fazekas Gergely. Több társaság is most újonnan lépett be, és hát bizony-bizony a legnagyobb problémájuk az, hogy sok-sok szemétlen, amit nem fér be a zsákokba. Most azon dolgozunk, hogy hogyan tudjuk ezt megoldani, hogy azt is vigye el a hulladékkezelő KHT, hiszen az autó alkatrészek, gumik, autógumik, hűtők, akár egybehűtők, illetve hát mindenféle elképzelhető és elképzelhetetlen hulladék kint van a természetben, és ezt is szeretnék, ha már egyszer összeszedték, hogy elvigyék. A vadásztársaságok számára ezáltal minden lehetőség adott, hogy megszabadítsák a környezetet a szeméttől. A vadászkamara minden feltételt biztosít azok számára, akik csatlakozni szeretnének a kezdeményezéshez. Hozzánk bejelentkeznek, hogy mennyi zsákra lenne szükségük, illetve hozzánk lejelentik azt, hogy mikor szeretnék a hulladékot gyűjteni, és hova fogják összerakni. A hulladékkezelő KHT-nek egyetlen kérése volt, hogy olyan helyre rakják össze a bezsákolt hulladékot, ahol jár a szemetes autó, rendesen, tehát hétköznapokban is, és nyilván arra a napra, amikor jár a hulladék összeszedő járat, és akkor ők azt el fogják vinni ingyen és bérmentve. Nyilván csak azt, ami zsákban van, és csak azt, ami háztartási hulladék. A vadászkamara munkatársai remélik, hogy az akció évről évre egyre nagyobb sikert arat, és sikerül felhívni az emberek figyelmét a környezetvédelemre. Továbbá cél, hogy ezekkel az akciókkal megőrizzük a hazai erdők tisztaságát. 13 fotó mutatja be a zsidóságot Somos Péter újságíró. Izrael és ami mögötte van címmel nyílt kiállítása Újfehértón, ami egyben tisztelgés is az onnan elszármazott zsidók és családjaik előtt. Nyíregyházának is van testvérvárosa Izraelben, ezért fontos ápolni az országgal a jó kapcsolatot, hangzott el a megnyitón. 2018. május 30-án Kisvárral mutatta be először kiállítását Somos Péter újságíró. A fotói újfajta látásmóddal közelítik meg a holokauszt emlékét. Nagyon sokat fotóztam Jeruzsálemben, 23 évet éltem ott, és hát természetesen minden dolog, ami nekem hétköznapinak hat, az itt nyilván másképp csapódik le, de igyekeztem azért olyan képeket is készíteni, amikkel a szent helyek rajta vannak, amik mindenkit érdekelnek, nyilván nem csak a zsidó, hanem a keresztény és a mohamedán szent helyek is. Most ide csak a zsidóságról szóló anyagot hoztam. A kiállítás egyben tisztelgés is a leszármazottak előtt, akik a 90-es évek elejétől folyamatosan keresik a városvezetést, hogy felkutathassák gyökereiket, megismerhessék a múltjukat. Ezzel egy intenzív kapcsolat vette kezdetét, amely fontos, hiszen a II. Világháború idején megyénkben a harmadik legnagyobb zsidó közösség élt Újfehértón. Ráadásul Újfehértó abból a szempontból is érdekes, hogy a megyében nem sok helyen van csodarabbi eltemetve, itt nálunk a zsidó temetőben található a csodarabbi, és emiatt is autóbuszos zarándoklatok vannak, mikor megindul a szezon itt a városban is. Egy ilyen kiállítás pedig újabb lehetőséget ad a térségnek, hogy fellendítse a turizmusát. Azonban más miatt is fontos megemlékezni a holokausztról. Azon kívül, hogy tisztelgünk a korábbi honfitársaink előtt, ez egy védelmi reflex is véleményem szerint, mert így tudatosítjuk magunkban, a társadalomban, hogy
nem lehet még egyszer arra az útra tévedni, amire 1944-ben tévedtek. 10 évvel ezelőtt még nem volt túlszoros Magyarország és Izrael kapcsolata, az elmúlt évek alatt azonban a kölcsönös érdekek miatt ez sokat javult. Mind a két félnek szüksége van egymásra. Tegyük föl, szüksége van a technológia, a gazdasági együttműködés szempontjából, de szüksége van arra is Izraelnek, hogy legyenek olyan országok, amelyek megértik az izraelit körülvevő nem egészen könnyű légkört, és politikai segítséget tudnak nyújtani akkor, amikor erre szükség van. Így most már nem csak a diplomáciai partnerekkel, Egyiptommal és Jordániával tart szoros kapcsolatot Izrael, hanem a közel-keleti béke elérése érdekében olyan országokkal is, amelyekkel pár évtizede még nem is beszélt, így például Szaúd-Arábiával, Ománnal vagy épp Magyarországgal. Egy fordulóval a zárás előtt megszerezte a bajnoki címet a Nyíregyházi Teke Klub együttese. Az NTK az NB1 keleti csoportjának 21. fordulójában hazai pályán 5-3-ra verte a fővárosi vízművek csapatát. A nyíregyháziak az utolsó Eger elleni mérkőzés eredményétől függetlenül visszajutottak a Szuperligába. A mérkőzés előtt egyszerű volt a képlet, a nyíregyháziaknak legalább döntetlent kellett játszaniuk ahhoz, hogy az utolsó előtti fordulóban bebiztosítsák a bajnoki címet. A már kiesett budapesti vízművek ellen ez nem tűnt megoldhatatlan feladatnak, a tét azonban rányomta a bélyegét a hazaiak játékára. A különösebb nyomás nélkül gurító vendégek nem nagyon akartak leszakadni, így Fehér Béla extrának számító 624 fás teljesítményére is szükség volt ahhoz, hogy érvényesüljön a papírforma és az NTK NB1-es bajnokként visszajusson a Szuperligába. Rögtön az elsősorban fontos volt, hogy Kastura Zsolt az utolsó dobásokig kiélezett párharcot vívva megszerezte a csapatpontot, míg Magyarorsi Péter csupán 60-val maradt alul, azonban a középső sorban a Fehér Béla 624 fás teljesítménye eddig nyíregyházi legjobb mérkőzésbeli eredménye volt, úgyhogy ez mindenképpen kellett a középső sorban, míg a középső sorban gurított a Szilágyi Sándor, illetve a Szolyka Miklós, a két újoncunk, ők azt lehet mondani, hogy kicsit izgultak, mert a tét abszolút az ő válukat is nyomta, mert nem volt óriási előnyünk az első kör után, de megoldották valamelyest az zárkózást a vendégek egyik legjobb játékosával szemben, és az zárósorban a Hakker Dezsővel úgy léptünk dobóállásba, hogy még abszolút nyitott volt a meccs, bár már érezhető volt, hogy legrosszabb esetben is 4-4-es döntetlen lesz az eredmény, ami nekünk már mindenképpen egy megfelelő lett volna itt a bajnoki cím elérése tekintetében, azonban az utolsó néhány dobásban Dezső folyamatosan jött felfele, és végül megszerezte a fontos csapatpontot a vendégek szintén másik kimagasló játékosával szemben, és így alakulhatott ki, hogy a csapatfánk is meglett, illetve 3 egyéni ponttal 5-3 arányban diadalmaskodni tudtunk. Szilágyi Sándor Szolyka Miklóssal együtt az elmúlt év nyarán igazolt Nyíregyházára, ahol már az első szezon végén aranyérem kerül a nyakába. Mi nem sok lehetőséget kaptunk még, mert az idén kezdtük újra a tekét, úgymond, mert mi éjfőkorunkban játszottunk utoljára a barátommal, és hát ugye a csapatban nagyon jól éreztük magunkat, amit tudtunk, mi is hozzátettünk a győzelemhez. Az NB1 keleti csoportjának tabelláját a Nyíregyházi Teke Klub vezeti 33 ponttal, megelőzve a 30 pontos BKV előrét. Az NTK a jövő hétvégén idegenben az Eger ellen zárja a bajnokságot. Vereséget szenvedett Debrecenben a nyíregyházi kosásuli Farkasinszky Gyuláni együttes az amatőr NB1 legutóbbi fordulójában 67-48-ra kapott ki a Deac DSI csapatától. Az NKS csütörtökön az Ajkát fogadja a Szent Imre gimnázium csarnokában. Nem lehettek vérmes reményei a rutinos játékosai továbbra is nélkülöző nyíregyháziaknak a tabellán jóval előrébb álló Debrecen otthonában. Ehhez képest az első negyedet mindössze 5 ponttal nyerte a házigazda, és a második 10 perc után is csak 9 pont hátrányban volt az NKS. Szünet után azonban robbantott a Deac DSI, érvényesült a fizikális és rutinbeli különbség, 22 ponttal nyerték a negyedet a hazaiak. A folytatásban már csak a különbség volt kérdéses, ezen kozmetikázni tudott Farkasinszky Gyuláni együttese, amely 19 pontos vereséggel távozott a szomszédvárból. Én azt mondom, hogy az első két negyed az úgy helyek közel jó volt, ott ugye a végjátékban kaptunk olyan kosarat, ami szerintem játékvezető hiba volt, tehát azt nem lett volna szabad megadni, de most teljesen mindegy. Lehet, hogy akkor egy kicsit másként fordultunk volna a második félidőre,
A harmadik negyedben megpróbáltuk a fiatalabb játékosainkat is pályára küldeni, ugye nekünk elsősorban az a célunk azért, hogy neveljük az utánpótlást, és megpróbáljuk felnevelni azt a nemzedéket, aki 2-3 év múlva ugyanolyan sikerekre lehet majd képes, mint az elődeik voltak. Sajnos ez nem jött össze, tehát itt ugye egy aránylag nagy arányú vereséget szenvedtünk el ebbe a harmadik negyedben. Aztán utána megint megpróbáltuk a picit rutinosabb játékosainkat pályára küldeni, megpróbáltunk különböző védekezési variációkat alkalmazni, tehát megnyisztük a zóna védekezést, megpróbáltunk egy kicsit ott maradni egész pályán. Az egész pályát azt, hogy amikor a kicsik voltak, azt azzal meg tudták volna. A nyíregyháziakra csütörtökön újabb mérkőzés vár 18 órától, a hatodik helyezett Ajkát fogadja az NK és a Szent Imre gimnázium csarnokában. Az Ajka az nem az a kategória, amit valószínűleg meg fogunk tudni nyerni, tehát hogy az Ajka az összeszedte azokat a játékosokat, akik régebben NBA-ban játszottak, de már nem szerettek volna ott játszani, tehát nekik azért egy aránylag ütős, jó szerkezetű csapatuk van, tehát ugye itt hiába hazai pályán vagyunk, tehát itt túl nagy reményeink nem lehetnek. Az amatőr NBA-1 piros csoportjának tabelláját a TFS-e vezeti 21 győzelemmel és egy vereséggel, megelőzve a 19-2-es mutatóval álló csatadélyesét. A nyíregyházi kosársuli 5 győzelemmel és 16 vereséggel a 11. helyen áll a táblázaton. A bajnokság végén 2 csapat esik ki a piros csoportból. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták április 17-én szerdán. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat pedig addig is internetes oldalunkon elérik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Csütörtök éjjel erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor néhol előfordulhat. Az északkeleti szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 fok körül alakul. Csütörtökön gomoly felhős napos idő várható, zápor elvétve előfordulhat. Az északkeleti szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 fok körül alakul. A következő napokban is kevés felhő zavarja a napsütést, száraz idő várható. Vasárnap, illetve hétfőn a változóan felhőségből csupán néhol fordulhat elő futózápor. Kettől közepesen vagy erősen felhős területek és időszakok egyaránt lesznek, elszortan valószínű eső, záporeső, és sok helyütt megerősödik a déli szél, melegszik a levegő.